Üdvözlök mindenkit, én Marcinyu vagyok, és ez pedig egy Minecraft Survival Map végigjátszás. Tudom, 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 hogy azt mondtam, hogy ilyet nem fog csinálni, de sajnos jött a nyár, és nem nagyon leszek itthon az a baj, és úgy gondoltam, hogy azért nem maradjatok videó nélkül, az utóbbi, időben, utóbbi időkben új is kevés videónk volt a csatornán, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor szépen elszórva ezt a Minecraft Survival Map végigjátszást a nyár folyamán nektek bedobom YouTube-ra, hogy legalább legyen videó addig is. Ez nem azt jelenti, hogy közben nem lesznek videók, meg vlogok, meg mindenféle egyéb, amikről ti még nem tudtok, de én már igen. Úgyhogy lesznek meglepetések természetesen, de azért legyen ilyen állandó sorozat, és a Ring of Fire nevezetű pályát választottam, amely angol, csak a hihetetlen Google fordító tudásommal én ezt lefordítottam magyarra, és most játszom nektek. Na, fel is olvasnám, hogy miket kell itt csinálni, és mi a lényeg ennek az egésznek. Szóval easy módban kell játszani. Nézzük. Easy, igen, moboknak kell lennie, és nem kreatívolhatok és nem csalhatók a render distance-et nem adták meg külön, úgyhogy azt gondolom, hogy az azt jelenti, hogy akkor lényegtelen. Egyébként szép kis papírkára felírtam, ilyen ö, nagyon retró módon, nem nem jegyzettöm, és nem Windows Word. Jó, van, akkor menjünk ki a beállításokból. Ö, összesen 9 darab feladatot kell teljesítenem, és akkor nyerem meg ezt a játékot. Illetve hogy a túlélem ezt írták szó szerint a készítők első feladat kereskedni egy villagerrel, aki ad 7 n, aki ad 7 n, na, szóval, aki ad 7 emeraldért egy ender eye -t. aztán el kell jutni az endbe, ugye ebből következik, aztán a harmadik az, hogy híd építés a középső tüzes szigetre, amit itt láthattok pont előttem, az a közepe. Negyedik, hogy torony és híd építése a rejtett szigethez vagy re, ahogyan akarjuk mondani. Hát én az előbb itt már bekukkantottam, hát hogyha ez akar lenni a rejtett sziget, akkor nem túl nagy, és itt is láttam egyébként már valamit, hogyha ezeknek szerintem szerepe lesz. Írták egyébként a honlapon, hogy nem annyira rejtett, hát ja, csak hátra kellett fordulni a spawntól. Aztán ugye, ide, ide tornyot, tornyot meg hidet építeni kell. Nézzük mi a következő ötödik enchant uh, table találni vagy csinálni. Hatodik ház építése, nem adták meg, hogy mekkorát, miből szóval ez a kreativitásomra van bízva. 7. el kell... Uh, csoda? Csoda, várjatok, várjatok. El kell jutni a nedőrbe, igen. Nyolcadik, három rejtett jelet kell megtalálni, vagyis magyarul ilyen táblákat, szigneket. És a kilencedik végül az, hogy öt darab rejtett ládát kell megtalálni, ebben nem számít bele a kezdő láda és a, a középső lév, szigeten lévő ládák se, ezt a minecraftmaps.hu-n írták, vagy com -on. Na, hát akkor kezdjük is el. Úgy fogom csinálni lényegében ezt az egészet, hogy ami amilyen küldetés éppen jön, azt megcsinálom, de mindezek előtt szerintem a házal kéne valamit kezdeni, házkészítéssel. Ó, itt van víz, ami... Hoppá, hoppá. hoppa hoppa, hoppá. Hoppa, hoppa. Iron kaptam alapból. Van víz, ami mindenképp jó jel. Házat akarok építeni, de itt már megpillantottam a villagereket. Amitől már most látom, hogy félnem kell az a leesés. Hát ezeket utáltam mindig az ilyen mepekbe. Hoppá. Zajszűrő, vagyis bocsánat, a popfilter arrébb ugrott egy kicsit. Meg is nézem, elmozdult. Nem tökéletes, tökéletes. Nézzük, miket adnak a villagerek. Hoppá, ennél 20 szént váltatok be egy Emeraldra. Ez jó jöhet majd, amikor Emeraldért ö, Ender szemet kell szereznem. Aztán egy Emerald, két poti. Nem tudom, hogy az jó lesz -e nekem. Nézzük a többit. Oh, Sapling. Két ágy. Akkor is lehet. És itt vannak a kezdő cuccok. Egy emerald, de ezzel már közelebb vagyunk. Szerintem elég rossz helyen van ez a... Chest. Úgyhogy ezt már eleve el is viszem innen, hogy... Majd a leendő házamba betegyem. Oh shit. nézzük. Na ez ad 7 darab emeraldért egy ender szemet. És ez mit ad? Nem mondom, ez. Ez meg négy kenyeret egy emeraldért. Tehát emeraldot azt nem fogom annyira szórni. Na, Szóval ezt itt kiütöm. Egész helyet. És valahova ezeknek a közelébe kéne szerintem elkezdeni egy házat építeni. Hát nem pont rájuk akarok pakolni, mert hogy hát a szegénykék legyen nekik is normális magánéletük ott bent a kis zárkájukban. Meg azt se akarom hogy kiszökjenek, mert ugye jönnek éjszaka a mobok, megölik őket, aztán hogyan fogom tudni, hogyan fogom tudni az emeraldot bevártani. Enderszemre. Úgyhogy én ilyen kis elővigyázatos ember vagyok meg itt ahogy látom az élelemmel is gondok lesznek. Úgy gondolom, hogy a, azzal feladattal fogom kezdeni, hogy uh, hidat a középső szigetre, épp, tehát hídépítés a középső szigetre, ahol van egyébként a nedörben a nedörben vivő teleport. Egyébként az volt aláírva, hogy ez egy easy, vagyis egy könnyű survival map, ami nekem tökéletesen elég, mert én a nagyobb tudja, hogy belebuknék, és hát igazából ez még izgalmas is, mivel ö, nagyon sokféleképpen lehet itt meghalni. Muboktól kezdve leesés, ilyen halás, szóval nincs az a veszély, hogy unatkozni fognak a nézők, hogyha én végig tudom dumálni, nem fog eladunni közben, mert már elég fáradt vagyok. Na, mindjárt megcsinom itt a helyet, szerintem valahol, valahol itt lesz, valahol úgy érzem, itt lesz a házam helye és a fát, fával, fából fogom építeni, és azért a házzal kezdem. Ezt most nem a challenge miatt kezdem ezzel, hanem... a hoppá, van ilyen, nem bocsánat. Azért kezdem ezzel, mert ugye mindjárt éjszaka lesz, és... What the fuck, nincs házam? Nincs semmi, hova bújhatnék, szóval még fát is kell vágnom, és szín éjszaka azért nem szívesen maradnék itt. tudom ti, hogy vagytok veled, én nem szívesen éjszakázom kint a mobokkal, főleg egy ilyen kis helyen, ahol csak ide tudnak spawnolni. Igaz, easy fokozatban vagyok, de akkor is. Azért itt ez is, ez, ez, is veszélyes. Na. Legalább kaptam fa. Bocsánat, kő. Csákányt. Ez mindenképp jó. De az a kocka mi lehet ott fönt, egyszerűen mi oda kellett volna spawnolnom, csak rossz helyre Nem azt szerintem csak multiban van, szóval nem hinném. Erre az egy emeraldra vigyázok, ki tudja mennyi, ki tudja mennyi lesz még. Ugye, és hetet kell szereznem, állítólag. Hogy utána be tudjam váltani. Hát úgy gondolom hogy előre, hogy a legnehet, legtöbb gond itt ezekkel a láda megtalálásával, meg a jel megtalálásával lesz. Mivel... Nem tudom, hát, szerintem semmit nem adott, hogy hol keressem őket. Tehát itt bárhol lehet. És ezt az egészet itt föltúrni azért nagyon nehéz lesz. Ezeket, ezeket azért ütöm ki, mert ugye itt látjuk, hogy véges számú a fakészlet. És hát nekem a fehér fa azért nagyon kell. Igen, én így jól fehér fa. Egyébként ennek a sorozatnak azért az a neve, hogy tűzgyűrű, mert én így neveztem el. Nem tudom, a tűzgyűrű az úgy jól hangzik eleve. Tudom, hogy ez nem tűzből van, de a közepe tűz, tehát ezért ez a neve. Már ahogyan, amikor sasóval játszottunk, azonnal nem Skyblock Survival, hanem valami ilyesmi, mindegy, amikor multiban darkscope akkor is csináltunk egy ilyen fa farmot, vagyis hát én csináltam a csapatnak, és úgy gondolom, hogy ezt meg fogom ismételni megint, és csinálok egy fa farmot majd egy ilyen kis ö, sík terepre. Na, hát az alapját csinálom a háznak, ami már sötétedik, szóval itt most lehet, hogy éjszakázni fogok. Az aranyalma az még jól fog jönni. Most így az invertorira. Képzeljétek, voltam Dumas színházba. És... Hát nem csalódtam. Ő az van, hogy én igazából egy tévében nem szoktam ezeken nevetni. De úgy így élőben voltam így sokkal jobb volt. A hangulat is, úgyhogy tényleg megadja. Vártam egyébként azt, hogy izé legyen, hogy itt bemondják, hogy tapsolni kell meg ilyenek, de semmilyen nem volt, tényleg a nevetés magunktól jött. És ennek én csak örültem. Sajnos nem fogom tudni egyszerű fából megcsinálni az alapot, nem ma majd ezt majd ki kell cserélnem. És mi van akkor, hogyha gyorsan... Jó, igen, így, 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 nagyszerű. Ide teszek egy... E, ilyet, és akkor megnézem, hogy túlélem ezt az éjszakát, vagy egy mob felkelt. Túléltem. Vannak egyáltalán mobok? Hm, hm... Ahó... Mobok! Vannak egyáltalán? Easy. Megnézem, hogy ezek ma meghaltak. Biztos akkor már meghaltak a tűző abban. Mindegy. Még jó, hogy nem, nem öltek meg éjszaka. Hú, még csak egy fél kajacsíkot vesztettem, ez jó ilyen. Első éjszakát sikeresen túléltem itt az uh, itt az infrastruktúrával lesz nagyon nagy gond, ahogy látom, mert közlekedés itt nagyon veszélyes. Nem akarom föltúrni ezt az egészet, de ahogy látom, itt van a kőzet, közetréteg réteg, úgyhogy gondolom az értékes kövek is itt a föld alatt lesznek, szóval majd valami egységes megoldás kitalálom, itt, tudom én, megtartom fönt a földet, vagy ilyesmi. Lomkütés mindig jól ment.